Utazás Pátóval. Ha-ho Pokolyó, ha-ho Eli. Ha-ho! Vajon ki lehet az? Pátó! Ajaj! Pátó azt mondja, elutazik, de otthon felejtette a bőröngyét. Pátó azt mondja, hogy nagyon-nagyon nagy szüksége volna a bőröngyére. Elviszem! Remélem, elérik a gépet. Pokolyó meséi. Ha-ho Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy hangya, aki elment a tengerpartra. Szeretem a tengert! Repülőre ült. Aztán hajóra. Aztán motorra. De amint odaért, hiányozni kezdett neki a barátja. Olyan magányos vagyok. Ezért felhívta a barátját, a dinoszauruszt. Játszol velem! Így hát a dinoszaurusz repülőre ült. Aztán hajóra. Aztán motorra. Mikor aztán megérkezett a tengerpartra, csúda jól érezték magukat a hangyával. Vége! Ugye nehéz bőröndel a kézben sietni? Nagyszerű ötlet, Pokolyó! Busz! Busszal is mehettek. Megmondanátok Pokolyónak, mi az? Úgy bizony, ez a busz. Így sokkal gyorsabban odaértek a repülőhöz. Nagyszerű ötlet, Eli. Mehettek vonattal. Megmondanátok Pokolyónak és Elinek, hogy mi ez? Ez a vonat. Számolósdi. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pátó már tudja, mit rendel. Három szendvicset. Nagyszerű. Három szendvics. Ajaj, akkor mit szólnál mondjuk inkább három almához? Három alma. Jaj, szegény Pátó. Megmondanátok Pátónak, hány szív van itt? Három szív. Úgy bizony, három. Úgy látszik, Pátó még mindig várja a bőröngyét. Tyű, megérkezett éppen idejében. Napszemüveg? Ajaj, Eli mérges. Utazott buszon, aztán vonaton, rohant a repülőhöz, hogy elhozza a napszemüvegedet. Pátó azt mondja, hogy ne haragudjatok.
Nézd, ti is vele utazhattok! Utazni csuda jó, de barátokkal utazni még jobb. Énekeljünk! Utazás! If you travel on a bus, if you travel on a train, if you fly on an aeroplane, always take your suitcase. If you travel on a bus, if you travel on a train, if you fly on an aeroplane, always take your suitcase. Rajzold le! Ha-ho, Pokolyó! Ha-ha! Hű, mit csinálsz? Ez csodálatos, Pokolyó! Meg tudja mondani valaki, hogy mit rajzolt Pokolyó? Egy halat! Egy halacskát rajzolt! Úgy bizony, ez egy halacska. Egy zöld hal. Méghozzá csodaszép zöld hal. Mire gondolsz most, Pokolyó? Még rajzolok. Tudom már. Rajzolj valami szép lakóhelyet a halacskának. Ha-ho, Pato! Láttad, mit rajzolt Pokolyó? Mi baj van, Pato? Nézzétek! Látja valaki, hogy hol van most a halacska? Fenn az égen! Úgy bizony! Ez egy égi halacska! Csuda élénk a képzeletet, Pokolyó! Szerintem Pátó még nem látott olyan halat, ami az égen úszkál. Ez nyilván egy madárhalacska. Madalacska. Vagy halacska madár. Vagy haladár. Na jó, mindegy. És most mit rajzolsz, Pokolyó? Tű, egy gyönyörű kék halat. Ez igazán szép, Pokolyó. Ohoho, na vajon ki lehet ez? Eli! Eli, szerintem Pokolyó szeretne meglepni. Tadá! Ho-ho-ho-ho. Nézzétek csak! Látja valaki, hogy ez a hal meg hol él? A fákon! Bizony, ez is egy fantáziadús alkotás, Pokolyó.
Nézzétek, hogy himbálózik ez a hal. Ugrál ágról ágra. Ajaj, szerintem Eli még sosem látott olyan halat, ami az erdőben él. Még egyet csinálok. Rajzolsz még egy képet, Pokolyó? Kíváncsi vagyok, az mit ábrázol majd. De jó móka! Tű, micsoda káprázatos piros hal! Vajon a piros hal hol él? Tűha, nézzétek! Látja valaki, hol él ez a gyönyörű piros hal? Úgy bizony, a vízben, a tengerben. Hát igen, ezen a rajzon az látható, hogy igazából hol élnek a halak. Hű-hű. A mindenit. Szerintem Pokolyó azt akarja mondani, hogy ezeket a képeket nektek rajzolt a Pátó is Eli. Tudjátok, mit gondolok? Az a legjobb játék, amiben a képzeletünket is használjuk. Mi ez? Ajándék mindannyiunknak. Nagyon szépen köszönjük, Pokolyó. Ez csodálatos. Éljen Pokolyó és a gyönyörű rajzai! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, Pokolyó! Irány a tengerpart! Pahó, Pátó! Pahó, Pokolyó! Pahó! Ó, a postás! Hozott egy képeslapot. Vajon ki küldte? Eli! A tengerparton van. Csodás! De jó lenne elmenni a tengerpartra. Csinálok! Tengerpartot, Pokolyó. Akkor kell majd... lapát? Lapát! Vödör? Vödör! Napszemüveg? Napszemüveg! És homokvár? Homokvár! Jól van, csináljunk tengerpartot! Professzor. Osztály, figyelem! Pátó professzor azt mondja... Ez egy tengerpart. És ez a nap. A nap. A tengerparton napernyőt használunk a nap káros sugarai ellen. Kellemes a napernyő alatt hűsölni. Szundi madárka, most te jössz. Megmondanátok Szundi madárkának, mi ez? Napernyő! Ez egy napernyő! Úgy látszik, a haragos űrlény mondani akar valamit. Napernyő! Nagyszerű, mindannyian tanultunk valamit a tengerpartról. Köszönjük, Pátó professzor! Pátó professzor előadását hallottátok.
Úgy látom, ti már indulásra készen álltok. Megmondanátok nekem, mi ez? Lapát! Úgy bizony, lapát. És ez mi? Vödör! Igen, ez vödör. De még valamire szükségetek lesz, fiúk. Megmondanátok, mi az? Napszemüveg! Nagyszerű! Most már indulhattok a partra. Újra itt a postás. Tű, még egy képes lap. Eli épített egy hatalmas homokvárat. Hogy fogtok homokvárat építeni? Kitalálom. Állatos összekötősdi. Ahó, Pokolyó! Á, értem, most csak a képre figyelsz. Tudod, mi ez? Kössük össze a pontokat, hogy kész legyen a rajz. Na és most, Pokolyó, most már tudod, milyen állat ez? Nem? Akkor kössünk össze még több pontot. Most már tudod, milyen állat ez, Pokolyó? Megmondanátok Pokolyónak, mi ez? Egy majom! Egy majom! 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 Úgy bizony! Találtatok homokot, és milyen gyönyörű homokvár! Homokvár! Eli megjött! Megmondanátok Elinek, mit csinált Pokolyó és Pátó? Tengerpartot! Mik ezek? Kagylók! Tengeri kagylók! Jaj, de jó! Pápá, nem sokára találkozunk! Énekeljünk! Let's go to the beach, let's play in the sun. With our sunglasses on, let's open the umbrella and play with the spade and the bucket. Let's make a sandcastle, yeah. Tengerpart, napszemüveg, napernyő, ásó, vödör. Let's go to the beach, let's play in the sun with our sunglasses on. Let's open the umbrella and play with the spade and the bucket, yeah. Pokoly Olimpia. Köszöntelek titeket a Pokoly Olimpián! Hűá, nézzétek már, bemelegítenek! Pato, Pokolyó és Eli! Na jó, akkor... Hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy bejelenthetem a Pokoly Olimpia legelső versenyszámát. Nem is húzom tovább az időt. Ismerkedjünk meg a futókkal. Első a kék ruhás sportoló, Pokolyó!
A következő se nyápic, a szavajárása az, hogy... Hűpató! A verseny színvonalát egy hölgy is emeli! Eli! Bocsánat, Eli! És most a fotók felkészülnek az indulásra. Na jó, akkor mindenki felkészül? Vigyázz! Kész! Rajt! Hű, micsoda meglepetés! Ez egy körbe-körbe futó verseny! Nézzétek, hogy rohannak! Azt hiszem, ilyen versenyt még soha nem láttam, ki bírja legtovább! Hajjaj, Eli feladta! Vajon ki fog győzni? Bokolyó, vigyázz! Jaj, de kár! Bravo! Mindannyian nagyszerűen futottatok. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, Pátónak és Elinek, hogy ki nyerte a versenyt? Pátó! Pátó a győztes! Pátó, gratulálok! Te nyerted a versenyt! Mi az, Pátó? Ja, persze, az érmed. Hát... Micsoda fantasztikus érem! És most mi legyen a következő versenyszám? Kinek van ötlete? Rendrakás verseny. Játék a dobozba, játék a dobozba. Ó, micsoda remek ötlet, Pokolyó! És a következő versenyszáma... Gyors rendrakás! Pontosan! Felkészülni, vigyázz, kész, rajt! Nagyszerű, Eli! Biztos van valami, amiben te vagy a legjobb. Egyébként már tudom is, hogy mi legyen az utolsó versenyszám. Rendezzünk egy... kacagó versenyt! Kacagó? Íme, Polip is megérkezett! Szerintetek ki kacag a leghangosabban, a legtovább és a legkacagósabban? Pokolyó! Pokolyó a győztes! Úgy bizony! Pokolyó a győztes! Látod, Pokolyó? Nem kell mindenben a legjobbnak lenned, mert valamiben mindenki jó. Éj,
legyen pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk! Gyerünk, pokolyó! Horgász pokolyóval. Hoho, pokolyó! Hoho, pat... Bocsánat! Hoho! Mit kerestek a csónakban? Hol? Értem már, horgáztok. Háló. Hálótok is van. És horgászbototok is. Valentina. Valentina pedig segíteni fog. Remek. Most már csak várnunk kell. Batú professzor! Osztály, figyelem! Pató professzor azt mondja... Ez egy hajó. Hajó. Ez egy csónak. Csónak. És ez egy világító torony. Világító torony. Szundi madárka, megmondanád, mi ez? Megmondanátok Szundi madárkának, hogy mi ez? Világító torony! Szerintem a haragos űrlény mondani szeretne valamit. Világító torony! Nagyszerű! Ma hajókról, csónakokról, világító tornyokról tanultunk. Köszönjük, Pató professzor! Pató professzor előadását hallottátok. Megmondanátok Valentinának, mi ez? Hal! Ez egy hal! Úgy bizony, ez egy hal. Megmondanátok a halnak, hogy mi ez? Háló! Horgászháló! Megmondanátok a halnak, mi ez? Horgászbot! Ez egy horgászbot! Nézzétek! Pató fogott valamit. Pató, hol? Egy csizma? Egy autógumi? Horgászni cseppet sem könnyű. Számolósdi! Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ideje ebédelni egy jó. Úgy látom, Pató már tudja, mit rendel. 10 epret. Nagyszerű. 10 eper. Ajaj. Akkor mit szólnál inkább 10 borsóhoz? 10 borsó. 10 borsó. Szegény Pató. Megmondanátok Pátónak, hogy hány szív van itt? 10 szív. Úgy bizony. 10. Ajaj, nem fogtatok valami sok halat.
Tű, ez nagyon nagy! Sőt, hatalmas! Jaj, Pátó és Pokolyó, ugye igazából nem haragszotok? Végül is jó vicc volt, nem? Éljen a horgászás, és éljenek az új barátok! Énekeljünk! I'm in a boat, I am fishing with my fishing rod. To catch a fish I am using my net. Using my net. Orgasport! Hallo! Hall! Hajo! Csónak! I'm in a boat, I am fishing with my fishing rod. To catch a fish, I am using my net. Bálna szülinapja. Ha-ho, Pokolyó! Mit csinálsz? Hát persze. Várunk. Kű, egy rajzot készítettél, és milyen szépet. Tudja valaki, hogy mit ábrázol a kép? Egy bálnát! Bálnának csináltad a rajzot? Várjunk, ma van bálna születésnapja. És a bálna szülinapi bulit rendez. Eli, te viszel ajándékot bálna szülinapi bulijára? Egy léggömböt. De hogy fogod becsomagolni? Ügyes vagy, Pokolyó! Vajon bálna kitalálja-e majd, hogy mi ez? Pátó! Nézzük, Pátó, mit csinál bálnának. Milyen fincsi süti, Pátó! Bálna biztos nagyon fog örülni az ajándékainak. Bálnai! Ajaj, ez olyan hang volt, mint amikor egy léggömb kipukkad. Ajaj. De legalább a rajz és a süti még megvan. Milyen helyes hal. Pat
Pátó, azt hiszem, elvesztettél valamit. A sütidet. Gyanítom, hogy a halacska befalta. De legalább Pokolyó gyönyörű rajza még megvan. Igen, nézzétek! Boldog szülinapot, Bálna! Bálna, tudod, izgalmas utunk volt. Mindenki csodaszép ajándékot hozott neked. Eli egy pompás lufit akart adni, de sajnos útközben kipukkant. Pátó pedig finom sütit sütött neked. De sajnos egy kis hal mind befalta. Szerencsére egy ajándék azért még maradt. Pokolyó készített neked egy csodálatos szülinapi rajzot. Ajaj, a víz eláztatta Pokolyó gyönyörű rajzát. Se lufi, se süti, se rajz. Nézzétek, Bálna így is örül, pedig nem kapott lufit, sütit vagy rajzot. Meg tudjátok mondani Pátónak, Pokolyónak és Elinek, hogy mit, pontosabban kit vittek el mégis Bálna buliába? Magukat! Igen, Pokolyó is, Pátó is, Eli is itt van. Éljen a legjobb ajándék, a barátok! És éljen Pokolyó! Pápa, nem sokára találkozunk! Pápa! Gyerünk, Pokolyó! Kalózkaland. Ajjaj! Kalózzászló! A barátaink valahogy megváltoztak. Van egy távcsövük, Pokolyónak van egy szemkendője, térkép. És van egy térképük. Értem már! Kalózok! Kincses láda! Kalózok, akik a kincses ládát keresik. Gyű, ezek piránnyák! Légy óvatos, Pokolyó kalóz! Pokolyó meséi. Ahó, Pokolyó! Mi az? Mese! Úgy tűnik, Pokolyó talált nektek egy mesét. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy dinoszaurusz, aki el akart menni a szigetre. Hajóra szállt. De a hajó süllyedni kezdett. Ezért csónakba szállt. De akkor meg a csónak kezdett süllyedni. Így aztán úszni kezdett. Amikor elért a szigetre, felhívta a barátját, a hangyát. Megkérte a hangyát, hogy ő is menjen el a szigetre. Ezért a hangya hajóra szállt. De a hajó süllyedni kezdett. Ezért a hangya csónakba szállt. De a csónak is süllyedni kezdett. Így aztán a hangya úszni kezdett. Amikor a hangya elért a szigetre, gyönyörű homokvárat építettek, és remekül mulattak. Vége!
Kalózaink még mindig keresik a kincset. Szerintem Pató lát valamit. Megmondanátok Pokolyónak, mit lát Pató? A kincses ládát! A kincses ládát látja! Megmondanátok Pokolyónak, hogy Pató mivel látta meg a kincses ládát? Távcsővel! Távcsővel látta meg! Mit látsz, Pokolyó? Kincses ládát! Az meg mi? Szörnyeteg! A kincses ládát egy szörnyeteg őrzi. Hogy fogják a kalózaink megszerezni a kincset? Színkerék! Üdvözlök mindenkit a játékban! A mai színünk a... narancssárga! Keressetek valami narancssárgát! Valami narancssárgát. Lássuk, mit találtok. Jól van, hadd nézzem a képeiteket. Egy narancssárga sátor. Egy narancssárga zászló. Egy narancssárga építőkocka. Jó, keressetek még narancssárga dolgokat. Egy sárga répa. Igen, ez narancssárga. Egy narancssárga kulcs. Nagyszerű. És ez? Tudjátok, mi ez? Egy narancssárga űrlény. Egy narancssárga űrlény. Nagyon jó. Éljen a narancssárga. Hurrá! Kalózaink partot értek! Júj, a pirányák is jönnek. Ó, ajaj! Kincses láda! Jaj, ne! Felébredt a szörnyeteg! Fuss, Pokolyó, fuss! És jönnek a pirányák! Fuss, Pató, fuss! Ajjaj! Na, nyisd ki a kincses ládát! Hűha! Megmondanátok, mi ez? Egy térkép! Egy másik térkép! Újabb kincsvadászat! Jó utat, Pokolyó! Énekeljünk! We are the great little pirates. We have a map and a telescope. We are the great little pirates. We're sailing the sea with our pirate flag. We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope. Kincses láda! Távcső! Térkép! Hajó! Csónak! We are the pirates in search of a treasure chest. We have a map that tells where it is. We are the pirates in search of a treasure chest, looking through that telescope. Pató zuhanyozik. Ó, nézzétek, itt van Pató. Ahó, Pató! Mik ezek? Szappan, kefe és egy törölköző. Mit csinálsz velük? Á, szóval zuhanyozni fogsz. Nagyszerű!
Ajaj! Mi történt? Eltűnt Pató szappan a hátkeféje, sőt még a törölközője is. Hogy fog így zuhanyozni? Csendes pihenő Szundi madárral. Fürdő sapka. Fürdő sapka. Egy baba. Ó. Telefon. Telefon. Szia. Telefon! Ajaj. Jó ét. Látja valaki Pátó szappanját? Ott van! Ott a szappan! Ügyesek vagytok! Megtaláltátok! Látja valaki Pátó keféjét? Elinél van! Elinél van a kefe! Mi az ott a rolleren? Az a törölköző! A törölköző! Ajjaj! Pátó nagyon mérges, hogy elvettétek a holmiait. Polip mondja! Polip mondja! És most következzék a Polip mondja. Ez egy remek játék. Az a lényeg, hogy mindenki feláll és azt csinálja, amit Polip mond. Polip mondja, ugráljatok! Ez az, ugráljatok! Polip mondja, tapsoljatok! Gyerünk, tapsoljatok! Ez az, tapsoljatok! Polip mondja, pörögjetek! Pörögjetek! Nagyon jó! Polip mondja! Ennyi volt! Ajaj, Pátó hátkeféje és szappanja. Pátó, a szappanod itt van. Pátó kéri a hátkeféjét. És kéri a törőközőjét. Éljen a fürdés és a törülközés. Énekeljünk! I take a shower wearing my shower cap. I use the soap
and then the brush. I take a zhuan, wearing my shijiang. I use the sapan, and then the hot cafe. And when I finish, I use the towel. And when I finish, then the phone rings. Menjünk kempingezni. Vajon hol lehet Pokolyó? Ott röpdös a zummantóban. Háó, Pokolyó! Háó! Hello! Vajon mit csinál most Pokolyó? Úgy látom, Pokolyó szeretne mutatni nekünk valamit. Mi az, Pokolyó? Hát ez meg mi? Tudja valaki, hogy mi ez? Sátor! Sátor! Igen, kint a szabadban sátorban alszunk. Ezt hívják kempingezésnek. Kempingezni megyünk, Pokolyó. Jaj, de jó! Úgy szeretek kempingezni. Tjű, ez csoda izgalmas, de senki más nem jön velünk. Tudom, ki ez. Pátó is jön velünk kempingezni. Nagyszerű. Van csomagod, Pátó? Szerinted erre tényleg szükségünk lesz? Egy hátkefére, Pátó. Ott biztos nem lesz fürdőkád, ahová megyünk. Ajaj, miért nem tudok hallgatni? Akkor most megkérdezhetem, hogy minden bent van, Pátó? Jól van. Tyű, most jutott eszembe. Már mindenfélével telepakoltuk a zummantót, de ennivalót még nem csomagoltunk. Ajaj. Akkor most végre elindulhatunk. Háó, Eli! Te mit szeretnél magaddal hozni az útra, Eli? Csak ennyit? Csak a macidat? Hű, ez jó híre. Azt hiszem, készen vagyunk. Tedd be, Eli, a macidat, és indulás! Attól félek, túlságosan telepakoltuk a zummantót. A nagy súly miatt nem tud felszállni. Pokolyó, Pátó, szerintetek mit csináljunk, hogy a zummantó újra repülni tudjon? Segítene valaki ezeknek a csalódott kempingezőknek? A zummantó ekkora súllyal nem tud felszállni. Mit csináljanak, hogy a zummantó mégis felszállhasson? Rakjatok ki valamit! Hagyjatok itthon valamit! Tű, micsoda remek ötlet! Pokolyó szerint jó lenne, ha itt hagynád a fürdőkádadat. Pokolyó, te meg a hűtődet hagyd itthon. Hé, figyeljetek csak! Sajnos mindenkinek itt kell hagyni a párholmit. Nézzétek, Eli az egyetlen holmiát is itthon hagyja.
Ő tudja, hogy a kempingezés lényege az, hogy együtt legyünk. Most próbáld meg! Ajaj, Pokolyó! Te nem tudnál itthon hagyni valamit? Na, így már mindjárt más. Nézzétek, sikerült! Felszállt! Ez az! A zummantó zoom! Hát, a zummantót végül sikerült elindítanunk, de úgy látszik, nélkülünk ment kempingezni. Tudod, Pokolyó, most, hogy a zummantó elröppent, nem tudsz messzire menni kempingezni a barátaiddal. De talán nem is kell, hiszen itt vannak a barátaid, és itt van az összes holmitok. Kemping! Ezt nézzétek! Néha legalább annyira jó maradni kempingezni, mint elmenni kempingezni. A lényeg, hogy ami a legfontosabb, az veled legyen. A barátaid. Éljen, Pokolyó! Pápá, nem sokára találkozunk. Pokolyó! Pátó a víz alatt. Ahó, Pokolyó! Ahó! Ahó, Eli! Ahó, Pátó! Mi ez a hang? Ah, értem már. Pátó beállította a vekkerét. Ez furcsa. Csomagolsz. Hová utazol, Pátó? Meglátogatod a barátaidat, Polipot és Bánát a víz alatt. De jó lesz! Remek ötlet! Szükséged lesz ezekre ott, ahová mész. Azon gondolkodtok, mire készül Pátó, igaz? Megmondjátok Pokolyónak és Elinek, hová megy Pátó. Meglátogatja Bánát és Polipot! Megy a víz alá! Szia, Pátó! Jó mulatást! Játszani a víz alatt a barátokkal. Mi lehet ennél jobb móka? Mi ez? Egy labda! Remek! Labdázni fogtok! Elég nehéz a víz alatt labdázni. Ajjaj, elsodródnak a játékaid. Most mivel fogsz játszani? Aha, a trombitád. Na, ez jó mulatság lesz. Oh. Úgy látszik, a trombita és a víz nem szeretik egymást. Na, ezt biztos élvezni fogod. Itt egy képregény. Ó, elázott. Pátó! Jaj, a víz alatt még toporzékolni sem lehet olyan tüzesen. Félek, hogy Pátó nem érzi olyan jól magát, mint várta. Ah.
Ha, egy finom étel minden bajt elfeledtet, igaz? Hát az biztos, hogy ez az étel nagyon érdekes. Kínáros spagetti? Ugye? Pátó arra kíváncsi, kértek-e belőle? Nem, dehogy! Egy csak meg te! Nem, én sem kérek, köszönöm. Most ettem nemrég. Valahogy le kéne gyűrnöd, Pátó. Ügyes vagy, Pátó. Ajaj, csak nem mész már is, Pátó. Mert egyik játékoddal sem tudtál játszani, és a kaja sem ízlett. Honvágyad van? Úgy látom, Bálna elvisz egy körre, mielőtt elindulnál. Csak hogy megmutassa, milyen vidám a víz alatti élet. Ho-ho-ho! Hihihi, ez azért elég jó móka, nem igaz? Bálna még valamit szeretne megmutatni, mielőtt elmész, Pátó. Egy buborék. Nézd csak! Itt is lehet labdázni, mint otthon. Mik ezek? Szivacsok. Szivacs trambulin. De jó! Úgy látszik, Pátó nagyon jól mulat. Szerintetek végül is élvezi a víz alatti életet? Mi ez? Egy óriási kagyló? Vajon mi van benne? Pokolyó és Eli! Éljenek az új dolgok, és hogy megbarátkozzunk velük! És éljenek a halhaverok! Pápá, nem sokára találkozunk! Pokolyó! Menj innen, Lula! Ahópát... Eli, ha-ho, láttad Pátót? Úgy tűnt, mintha... mi folyik itt? Mi ütött belétek? Egy, kettő... Ahó, Pokolyó! Három, ha-ho! Mi a csodát csinálnak ezek? Játszunk! Játszotok? Hogy kell játszani ezt a játékot? Kukucs! Értem. Bujócskáztok. De jó. Folytassátok csak, Pokolyó. Egy, kettő. Jó búvóhely, Pátó. Hű, csak éppen ez már elég. 5, 6, 7, 8. Gyorsan keres egy másik helyet. Valentina? Valentina, ugye tudod, hogy el kell bújnod? 9, 10, 11, 12. Aha, szundi madárfészke. Remek búvóhely. Tizennyolc, 19, 20. Megyek! Aki bújt, aki nem, megyünk! Valentina! Megtaláltad! Legközelebb ügyesebb leszel, Valentina.
Lula! De Pokolyó, Lula nem is játszott. Ő nem bújt el. Úgy látszik, Lula talált valamit. Eli, Pokolyó a legjobb. Lula, Szundi madárka arra kér, hogy maradj csendben. Szeretne elbújni. Szundi madárka! Íme a nagy kereső bajnok. Jól elbújtatok mindannyian, de szuper szimattal hiába is versenyeznétek. Ügyes kislány vagy. Lány! Pokolyó a bajnok. De Pokolyó, el kell ismerned, hogy Lula rengeteget segített. Menj innen! Eli, tudni szeretné, hogy miért csináltad ezt, Pokolyó. Tudod, nem valami szép, hogy így elzavartad Lulát. Pokolyó, keresd! Nagyszerű ötlet, keresd meg Lulát! Láttok bármit is, ami segíthet Pokolyónak megtalálni Lulát? A lábnyomok! Kövesd a lábnyomokat! Igen, erre ment, az biztos. De vajon hová? Tű, a zummantó! Hát persze, remek ötlet, Pokolyó! Igen, lábnyomok. Lula! Valentina? De hol lehet Lula? Te jó ég, a labda. Jaj, ez borzasztó. Szegény Lula. Sehol sem találjuk. Meg tudja mondani valaki Pokolyónak, hogy hol van Lula? Melletted! Ott van! Megtaláltunk! Lula! Éljen Pokolyó! És az, hogy mindig megtaláljuk a barátainkat. Pápá, nem sokára találkozunk. Dupla buborék. Itt van Lula. Ahó, Lula. Hű, vajon mit figyel ennyire? Nagyon izgatott. Tű, nézzétek, egy buborék. Hát ezt várta Lula annyira. Vigyázz, Lula, nehogy... Kipukkazd. Ajaj. Tudod, Lula, a buborékok könnyen kipukkadnak. Fölötted van, Lula, gyorsan! Tudod, ott, ahol buborék van,
kell, hogy legyen egy buborékfújó is. Ti tudjátok-e, hogy ki fújja a buborékokat? Pokolyó! Úgy bizony! Nézzétek, ez Pokolyó, és Eli is itt van. Ha-ho, Pokolyó! Ha-ho, Eli! Ha-ha! Szóval te fújtad a buborékokat. Buborék! Megmutatnád, hogy csináltad, Pokolyó? Igen, szóval beleteszed a pálcát a folyadékba, és utána fújsz egyet, hogy buborék legyen. Ez remek! Buborék! Most Eli is szeretne buborékot fújni. Ó, ugye gyönyörűek ezek a buborékok. Micsoda óriás buborék! Ügyes vagy, Eli! Buborék! Ha-ha! Oda nézzetek! Hé, hey, egy pillanat, mit csináltok? Ajjaj. Pedig annyira jól éreztük magunkat. Nézzétek szegény Lulát. Ő folytatná a buborékvadászatot. Pokolyó, kérlek, fúj pár buborékot Lulának. Nincs buborék. Hát akkor te, Eli. Csak egy buborékot. Lulának. Szerintem Lulának hiányoznak a buborékok. Kár, hogy nincs több buborék, igaz? Hiába. Pokolyó sem tud Lulának buborékot fújni, és Eli sem. Na, nézzük csak. Pokolyó folyadék nélkül nem tud buborékot fújni. De Eli sem tud, a pálca nélkül. Segítenétek Pokolyónak és Elinek? Mit csináljanak, hogy újra tudjanak buborékot fújni? Közösen! Együtt használják! Együtt? Tű, ez igazán remek ötlet. Na, így már mindjárt más. Buborék! Eli és Pokolyó, ügyesek vagytok. Közösen használjátok a buborékfújót, és együtt fújtok buborékokat Lulának. Szerintem úgy jobb játszani, ha megosztozol a játékaidon a barátaiddal. Kérdezz csak meg Lulát! Éljen Pokolyó, és Eli, és Lula! Pápa, nem sokára találkozunk.
Magyar hangok. Galambos Péter. Kis Vidadorka. További magyar hangok. Kalmár Lili, Tóth Luca, Nagy Gereben, Pál Dani. A szinkront a KEDD megbízásából a Masterfilm Digital készítette.